köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársak, mondhatnám, hogy hát ott se voltam, ahogy bizonyos bűnözők szokták, akiket most nem nevezhetek a nevén, mert házelnök úr rögtön a nyakamba akasztan egy újabb eljárást is, de valójában vállalom, sőt büszke vagyok rá, hogy bevontam a szivárványos zászlót. Van, aki az LMBTQ rövidítés valamelyikére büszke, valaki haladóbban már a pedofiliára, egyesek már a nekrofiliára. Én a normalitás párti akcióimra vagyok büszke, akármi is jár érte. 2 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett a rendőrség, éjszakai házkutatást tartottak, hát nagyon komoly ügy kell ide a rendőrségi erők bevetése, DNS mintát is vettek az új lenyomatvétel és fénykép készítés mellett, mindez pusztán az újbudai zászló 2 évvel ezelőtti bevonása miatt, így próbálja a kormányzat megfélemlíteni a devianciák propagálásával szemben felsorakozott normalitáspárti erőket. Viszont lényegében felmentettek az ismertebb fővárosi önkormányzat székházáról történt zászló eltávolítás ügyében. A bíróság jogerős ítélete szerint velem szemben, idézem, büntetés kiszabása szükségtelen, tehát eltérő jogértelmezések vannak. Az ellenzéken belül is természetesen, meg világnézetek bőven. A budapesti városházáról egy 15 méteres tűzoltólétra segítségével eltávolított LMBTQP rongy ügyében lopással gyanúsított meg a rendőrség, viszont a jogerős bírósági végzés szerint a kukába helyezés is igazolja, hogy hát nincs szó erről, pusztán egy spárga elvágásra minősült nagyon komoly rongálásnak, amiért viszont pusztán figyelmeztetést kaptam. A bíróság indokolása szerint figyelembe vette, hogy idézem, a Mi Hazánk mozgalom alelnökeként lelkiismereti kötelességének érezte, hogy a szivárvány színű zászlót a helyéről eltávolítsa. Nos, tisztelt képviselőtársak, ezt minden normalitás párti aktivista tekintse bátorításnak, azt gondolom. Én vagyok a garázda most? Hát ne szórakozzanak már. Hát a kihívóan közösség ellenes magatartást épp hogy azok követték el, akik a szivárványos zászlót kitűzték ellenük. Mikor indít eljárást a rendőrség belügyminiszter úr garázdaság miatt például? Vagy a már kint lévő magyar lobogó, mint nemzeti jelkép megsértése miatt, hiszen a családellenes LMBTQP mozgalom szimbólumát a normalitás párti többség megbotránkozását kiváltva helyezték ki az illetékes testületek döntésének hiányában. A homoszexuálisok szaporodásának módja, ne ijedjenek meg, egyértelműen a propaganda. Ennek viszont véget vetne a Mi Hazánk, hogy legalább a divat és érdek homoszexuálisok számát csökkensük. A homoszexualizmus agresszív mozgalma által hirdetett beteg büszkeséggel szemben méltósággal kellene viseljék sorsukat, nem kellene kérkedjenek devianciájukkal, normálisnak hazudva azt, ami persze nem az, hát nem az, értsék már meg, és nem kéne gyerekek örökbefogadását sem követelniük így, hogy közben nem is akarnak normális párkapcsolatban élni. A jogaik most is egyenlőek, ezt vallom, többletjogokat nem Képviselő úr! Képviselő úr, úgy gondolom, hogy mindezt majd a bíróságon legyen szíves elmondani, ebben a teljes részletességgel. Úgyhogy úgy adom vissza a szót, hogy... Ami a mentelmi jogot általánosságban illeti. A Mi Hazánk mozgalom eltörölni ezt az idejét múlt politikusi privilégiumot, hogy ne bújhassanak amögé a farizeus, vagy éppen parizeus politikusok. Egyetlen pártként mindig megszavazzák mindenki, képviselőink mindig megszavazzák mindenki mentelmi jogának a felfüggesztését. Viszont önök leszavazták a mentelmi jog eltörlése érdekében benyújtott alaptörvény módosításunk tárgysorozatba vételét is, mondván ebben egységes joggyakorlat van nemzetközi szinten. Ez azonban hazugság. Igenis van több európai példa a mentelmi jog eltörlésére vagy korlátozására. Az Egyesült Királyságban és 2012 óta már Szlovákiában sem védi mentelmi jog a képviselőket a büntetőjogi felelősségre vonástól. Javaslatunk leszavazását azzal is indokolták, hogy közvádas ügyekben úgysem élnek a mentelmi joggal, de engedjék meg, hogy ezt is cáfoljam. Például
az első Orbán kormány idején már is Bebes István fideszes képviselő ügyében a legfőbb ügyész kérte közvádas ügyben, magánokirat hamisítás ügyben a mentelmi jog felfüggesztését, de a többség, a fideszes többség fenntartotta azt. Ugyanebben az Orbán kormányi ciklusban Rabcsák András ellen hűtlenkezelés ügyben kérte az ügyészség a mentelmi jog felfüggesztését, megint csak nem tették meg. Hát később is voltak azért példák, mondjuk egy KDNP-s példát, Salamon László esetében sebességkorlátozás jelentős túllépése ügyében fordult a legfőbb ügyész az országgyűléshez, de önök elhajtották azt. Vagy a DK-s árnyékminiszter Arató Gergely példáját is hozhatnánk, aki ugye életveszélyt okozó gondatlansággal elkövetkezett testi sértés végsége ügyében a legfőbb ügyész hiába kérte a mentelmi jogának felfüggesztést. Képviselő úr, letelt az idő. Köszönöm szépen. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ügyrendi észrevételem lényege abban áll, hogy a szélsőjobboldali képviselő előbb elmondott beszéde az egyértelműen kiméríti a homofób és rasszista megjegyzésével a gyűlöletbeszéd fogalmát, aminek a házszabály szerint nincs helye az országgyűlésben. Szeretném indítványozni, hogy hasonló esetekben a szót vonják meg a ház méltóságát és az emberi méltóságot megsértő képviselőktől. Kérem ezt a normalitás és a jó érzésű többség jegyében. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallgat. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, ha további vitájuk van, arra kérem önöket, hogy az kívül, az üléstermen kívül folytassák le. Frakcióvezető úr, tisztelettel arra kérem, amennyiben további vitája van, akkor azt legyen szíves Tordai Bence urral. De a folyosón, de mindenfajta testi erőszak nélkül lefolytatni. Mert már volt rá példa, hogy valaki kérte, hogy gyere ki a folyosóra, ezzel kapcsolatban emlékeztetnék a folyosóra. Tisztelt ország, képviselő úr, ha nem vette volna észre, ne kelljen önt figyelmeztetnem, hogy közben megkezdtem a vitát, illetve megkezdtem a következő napirendi pont tárgyalását. És akinek ez nem tetszik, az kérem fáradjon ki, de az üléstermet tegyék lehetővé, hogy itt minden további nélkül elhangozzanak az interpelláció. Tisztelt Országgyűlés!